saját étkezésünkkel kapcsolatban több félelem társul hozzá, mint élvezet. Tehát gyakran félünk attól, hogy kövérek leszünk, elhízunk, nem, opti nem lesz optimális a testsúlyunk, valamilyen méreganyagot veszünk magunkhoz, nehéz lesz azt a dolgot megemészteni. De ahelyett, hogy igazából a dolog élvezeti részével foglalkoznánk, és örülnék az étkez örülnénk az étkezésnek, és egyfajta szórakozásként tekítenék rá, túl sok hangsúlyt fektetünk arra, hogy mit okozhat ez nekünk, vagy mit nem okozhat, és félelemből eszünk, vagy nem eszünk. És amúgy is, ha megnézzük a legújabb kutatásokat, a az étkezés meg csak egy kis helyéda körülbelül 10% a hasznosul igazán energia formájában, a többit csak úgy megesszük kvázi megszokásképpen. Tehát tényleg felmérő a kérdés, hogy vajon az étkezésünkkel kapcsolatban mennyire fektetünk túl nagy súlyt a dologra, vagy mennyire veszük komolyan, vagy mennyire veszük túl komolyan. Tehát nézzük meg, hogy a saját magunk világában az étkezés milyen szerepet foglal el, és mire használjuk, élvezetnek tekintjük, vagy valami kényszerűségnek, vagy különböző félelmet jelent az életünkre nézve, és ha kell változtassunk, ha ezeket gondoljuk.